A jubiláns papok köszöntése hagyományosan a Pécsi Egyházmegye alapításának évfordulójához kötődik az egyházmegyében. Hatan vehettek át elismerést a több évtizedes lelkihivatások színvonalas végzése miatt. 60. évfordulóját ünnepelte P. Botfai Levente templomigazgató. 60 év az hosszú időszak. Volt benne sok jó is, amiért a Jóistennek hálát adok. Aztán volt benne sok rossz is, amit legjobb az embernek elfelejteni, de mindezeket összevetve most a Jóistennek hálával tartozok, hiszen Isten gyermeke ugye annyi mindenért tud hálát adni, olyan gyermek ilyen hálát adni. Elsősorban nem azért, hogy még többet kapjon a jövőben, hanem azért, mert a végtelen Isten ezt megérdemli. Az 50. szentelési évfordulóját ünnepelte Csősz István kanonok, címzetes prépost, nyugalmazott plébános. 25. évfordulót ünnepelte Bodor Kornél plébános, Bukovics István plébános, Dohány Zoltán kanonok plébános és dr. Tamás Roland kerületi jegyző plébános. Nem véletlen, hogy ez az elismerés az 1013 éves Pécsi Egyházmegye évfordulójának napjára esett, mondja Felföldi László, pécsi megyés püspök. Minden egyházmegyének meg kell találni, hogy mikor, hogyan ünnepli a jubiláns atyákat, és itt a Pécsi Egyházmegyében erre a napra esett, és minden évben ugyanezen a napon ünnepeljük őket, tehát ez egy fix nap, ugye augusztus 23-a, és ekkor jövünk között, általában júniusban vannak a szentelések, de ez nem egyértelmű mindenki életében, de ilyenkor aztán itt azt mondjuk, hogy na most itt vannak a jubilánsok. A jubiláló papok elismerése azért fontos, mert ilyenkor hivatásukra mélyebben emlékeznek ő maguk is, és mások figyelmét is felhívják a több évtized alatt eltöltött kiváló lelki-emberi tevékenységükre, mely napjainkban egyre inkább hangsúlyt kap.